Sziasztok! Arra gondoltam, hogyha esetleg elmennétek a hétvégén anyával, apával sétálni, és tanálnátok ilyen klasszabbnál klasszabb kavicsokat, akkor azt meg lehetne festeni. Mit szóltok hozzá? Hazamentek a nagy séta után, esztek egy jót, pihentek egy nagyot, és délután meg tudjátok festeni a kavicsokat. Én már készítettem ide temperát, látjátok, ilyen sokszínű temperát ide készítettem. Nyomtam ide ki a papíromra, de szerintem nyugodtan vízfestékkel is meg tudjátok csinálni, csak figyeljetek arra, hogy ne legyen nagyon vizes. Jó? És nézzétek, így meg tudjuk szépen festeni ezeket a kavicsokat. Jól megfestjük őket. Hát arra kell vigyázni, hogy mindig meg kell várni, hogy megszáradjon. Úgyhogy én ezt a kaskaticát félre is teszem. Hát, ha megszárad az idő alatt, amíg csinálok egy hernyót is. Közben fújom egy picit, hogy gyorsabban száradjon. Ó, nézzétek, milyen jó kis zöld hernyom lesz. Tudjátok, hogy a pillangó a hernyóból lesz, ugye? Nőnődögél ez a kis hernyó, eszik sok-sok finom zöld zsenge levelet, aztán elmegy, alszik egy nagyot, bebábozódik, és amikor felébred, akkor hip-hop, gyönyörű pillangó lesz belőle. Na de majd mesélek ám erről nektek. Jó? Elmesélem majd nektek a kis pillangó történetét. Na most félreteszem a hernyócskámat. És igaz, hogy a katica bogara még nem száradt meg teljesen, de megpróbálom megfesteni a buksiját, azt feketével festem. Látjátok? Nagyon oda kell figyelni, hogy ne csusszon ki. Megfestem a hátát, és a hátára tudjátok, hogy mit festek, ugye? A pöttyöket bizony. Bizony, bizony. A hét pöttyük, mert a hét pöttyük katica bogár, az igazi katica bogár, emlékeztek? És még itt a szárnya végét is megfestem. Úgy, hát most a lábikóit kihagynám, hát meg lehet végül is csinálni, mert hála Istennek jó kis kavicsot sikerült gyűjteni, csak nem szabad utána hozzáérnem, mert különben elfolyik a festék. Na most a kicsi szemeit is megcsinálom. Jó, azt pedig fehérrel fogom. Látjátok, azt is készítettem ide. Egy szem a katicámnak, meg még egy szem a katicámnak. És megpróbálok most egy nagyon-nagyon pici feketét még oda belecsempészni. Hát lehet, hogy nem sikerül. Hát nem sikerül, elmosódik. De ha kész lesz, akkor biztos, hogy sikerülni fog. Ha szépen megszárad, és akkor utána még szájacskát is tudunk neki festeni. Jó? Aztán, ha meg vagyunk a katicánkkal, és megszáradt a hernyónk, akkor őt is szépen kipingálhatjuk. Szemecskét, pici nózit is rajzolunk neki. És tudjátok, hogy a hernyó ilyen, kicsit ilyen, mintha úgy hullámozna, ugye, ahogy megy, ahogy a hernyó mozog. Mintha lassan hullámozna. Úgyhogy neki ilyen kis vonalkákat rajzolok. Na meg persze, egy kis mosolygós szájat. Hát, ha sikerül. És kicsit összekeveredett. Nem mostam ki rendesen az ecsetemet, látjátok? Előfordul az ilyen. Úgyni. És ha készen van a katicánk, és megszáradt,
akkor akár ez egy örök emlék lehet. Nézzétek csak! Elveszem én az ecsetet. Ide be is tehetitek a virágos ládába. És egy örök emlék lehet ott benn. Mit szóltok hozzá? Klassz lett, ugye? A tietek is biztos nagyon-nagyon klassz lesz. Jó szórakozást kívánok hozzá. Érezzétek magatokat nagyon jól apával és anyával otthon. Sziasztok!